Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Először megnézzük az ő gondolatait, mit tervez veled, vagy úgy általánosságban, mik a tervei, mi foglalkoztatja őt, az itt felül és alul látható. Ő tervez egy új kezdetet. Mégpedig ügyel az anyagiakra, ez lehet egy munkahelyi változás, ami kettőtöket illet, neki fontos a biztonság érzete. Nem csak az anyagi biztonság, hanem ami a párkapcsolatot, az érzelmeket illeti. De itt vannak emlékek a múltból, sebzett emlékek. Az is lehet, hogy ő bántott meg téged, voltak nézeteltérések, vagy te bántottad meg őt, az is lehet, hogy problémái vannak a munkahelyén, vagy az anyagiakat illetően. Nem könnyű most számára ez a feladat, hogy meglegyen a bizalom, és tudja azt, hogy megvan a biztos talaj a lába alatt. De változik a helyzet, hiszen itt látjuk az ő érzelmeit. Itt még egy sebzett férfi, viszont itt már megjelenik, mint egy magabiztos, büszke király. Változik a hozzáállása, sőt, elfoglalja a helyét az életben. Ez lehet egy munkahelyi változás, de megváltozik a hozzáállása, ami kettőtöket érint. Te próbáltad átnyújtani számára ezt az aranykelyhet, ami jelenti az érzelmeket. De ő dacos volt, nem fogadta el, vagy nem vette észre, hogy milyen érzelmekkel közeledsz hozzá, hiszen itt látható, hogy megsértődött. De ő rendezni akarja a dolgokat, hiszen úgy tervezi, úgy érzi, hogy fontos, hogy a nap kisüssön kettőtök között, és az jelenti a tisztaságot, a vonzalmat, a valóságot, sőt, ő látni akar téged, hiszen a nap téged is megvilágít, téged is láthatóvá tesz. Megvan a kisugárzás, megvan a jó szándék, megvan a vonzalom. Ő tisztázni akar valamit kettőtök között. Mit fog tenni? Az itt látható. Lesz közeledés, és a kártya mutatja az ő győzelmét. Hiszen mint győztes, mint egy király akar itt megjelenni, és megvannak az elvárásai, hogy dicsért őt, hogy felnéz rá, hogy elmúljon az az időszak, amikor voltak félreértések kettőtök között. De te még nagyon-nagyon bizonytalan vagy, hogy mit akar, vagy hogy reagálj erre a találkozásra, sőt, úgy gondolod, úgy érzed, hogy itt minden a feje tetejére állt, bizonytalan vagy, nem bízol meg benne, és vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzed, úgy gondolod, hogy elveszíted a talajt a lábad alul. Viszont ezt a kártyát meg lehet fordítani, akkor egészen másnak tűnik, és az azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat másképp kellene nézni. Az érme mindkét oldalára odafigyelni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt az érmék jelentik az anyagiakat, és a hal szintén az anyagiakra utal. Rendezi az anyagi helyzetét, vagy lesznek munkahelyi változások, hiszen ez összefügg egymással. Ami kettőtöket illet, itt is lehet anyagiakról szó,
Vagy a halak és az érmék jelenthetik a belső értékeket is. Ő értékel téged, de elvárja azt, hogy te is értékeld őt. Te jelensz meg itt a gondolataiban, és veled akar tisztázni valamit. A gyűrű jelenti a kapcsolatot, kettőtök között visszatér hozzád, ami a munkát, a hivatást, vagy a pénzügyi dolgokat illet, a gyűrű jelenthet bizonyos szerződéseket is. Itt kisüt újra a nap, megvilágít valamit, tisztázódnak a dolgok, azon kívül lesz egy találkozás, és megvan a kisugárzás, megvan a vonzalom kettőtök között. Itt a hegy lehet hegyvidék, például egy kirándulás a hegyekbe, de jelenthet még korlátozásokat. Esetleg utalhat a téli hónapokra, hogy ez alatt az idő alatt lesznek újra változások, vagy fontos döntések, tehát úgy decembertől. Itt voltak félreértések a múltban, pontosan ezt akarja ő tisztázni, de nálad vannak félelmek, bizonytalanságok, mi van akkor, ha jönni fog, találkoztok, és újra viták lesznek. De ez az időszak elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt a helyzetet, vagy a félreértéseket. Lehet, hogy félsz attól, hogy szakít veled. Itt még a felhő jelenik meg, valami még átláthatatlan, holott a szándéka az, hogy a nap megvilágítson valamit, és eltűnjön a felhő. Te érzed úgy, hogy minden beborult, de neki mások a szándékai. Az ő jelenlegi helyzete... Itt a koporsó az lezár bizonyos dolgokat. Lesznek változások, pontosan ez, amit ő tervez. Az is lehet, hogy eddig visszahúzódó volt, de most jönni fog, látni akar téged. És a te jelenlegi helyzeted... Itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, közeledik hozzád. Nem kell félni ettől a találkozástól, hiszen látható, hogy jó szándékai vannak, tisztázódik, rendeződik valami. És ez volt a felvétel. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes, a díjam 4000 forint. Sürgős esetben hívhatsz telefonon, a hotline számom az a videó mellett megjelenik. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!